Nagyon szépen köszönök és üdvözlök mindenkit. Felhőbiztonsági kérdések aktualitásai. Nyilván lesz egy csomó olyan dolog, ami az önök számára akár ismert is lehet. Ettől függetlenül néhány dologról azért beszéljünk. Elsősorban arról, hogy miért megkerülhetetlen és miért lesz megkerülhetetlen egyre inkább a felhő. Néhány számadatot hoztam, ez azt mutatja, hogy milyen volt a növekedés az elmúlt 3 évben felhőügyben, és az látszik, hogy bár a növekedés volumen egy picit visszaesett, azért óriási pénzek vannak benne, és több mint 35%-os növekedés sikerült elkönyvelni az első negyed évben is. A jövőre kitekintve 20-25-ig szóló predikció azt mondja, hogy éves szinten legalább 17%-ot fog a felhő növekedni, minden ebbe az irányba megy, mindennek lesz felhős lába, nyilván ennek van egy csomó olyan oka, ami egyértelművé teszi azt, hogy miért kell használni, olcsóbban lehet, az a kevés számú szakember, aki ebben az iparágban dolgozik, a sokkal jobban hasznosítható itt, stb., de ezt biztosan minden annyian ismerik. Az látszik, hogy egyedül Észak-Amerika 40%-os hozzájárulást fog adni ehhez a növekményhez, és hogyha Észak-Amerikát megnézzük egy pillanatra, azért is jó ez az ábra, mert bemutatja azt, hogy az eloszlás például az infrastruktúra, vagy platform, vagy szoftver, mint szolgáltatás között milyen arányban növekszik majd. 28-ra láthatóan itt is egy ilyen 18%-os éves növekedéssel számolnak a szakemberek. És látszik, hogy az arányok megmaradnak nagyjából, tehát infrastruktúra, platform és szoftver, mint szolgáltatásban, de maga a növekmény az óriási lesz, egyre nagyobb mértékben fogunk erre támaszkodni. Ennek megvan a jó és megvan a rossz oldala is. És mik a rossz oldalak? A biztonságban egy csomó olyan kérdés fölmerül, ami a normál számítástechnikában nem merült föl, vagy nem ilyen hangsúllyal merült föl. Ezeket, hogy néhányat dobáltam föl teljesen random módon a táblára, hogy például mikre kell gondolni, vagy mikre kell figyelni akkor, amikor kiszervezünk valamit és elviszük a felhőbe, vagy felhőt kezdünk kell használni. Ilyenek például az adatokkal kapcsolatos biztonsági megoldások, az, hogy a kínált szolgáltatásnak, a szükséges biztonsági intézkedéseknek megfelele annak, amit mi a saját cégünktől elvárjuk. Amikor kivisszük az adatokat, ott valóban ugyanabban a biztonságot tudjuk garantálni, mint ami a mi vállalatunknál volt. A virtuális operációs rendszerek biztonsága fölmerül kérdésként, ami otthon nálunk nem biztos, hogy a saját szervezetünknél ez ilyen formában fölmerült. Titkosítás, kell-e titkosítást használnom? Kell-e akkor titkosítást használnom, amikor ott tárolom az adatokat? Mert hogy például ott később megjelenik egy ilyen, hogy a szolgáltató kémkedés, mi van akkor, ha a szolgáltató néz bele az adatainkba, és ő fogja ellopni azokat az adatokat, amiket mi oda viszünk. Ugye azt tudjuk, hogy például a Google hamarabb olvassa leveleinket, mint mi magunk, és ez alapján egy csomó információt föl is használ, meg utána küld nekünk mindenféle hirdetést és egyebet. Aztán például a naplózási kérdések. Azok a naplók, amiket a szolgáltató csinál, abban mit naplóz pontosan, és abban mit fog utána tenni? Mennyi ideig marad meg nála? És utána tudok-e én abban valamit kezdeni? Az nekem tartalmaz-e olyan információkat, ami az én számomra fontos biztonsági szempontból? Vagy például harmadik felek bevonása, amikor a szolgáltató be fog vonni harmadik felet, hogy az ő rendszerét karban tartsa. Velük abszolút nincsen semmilyen szerződésünk. Mihez fér hozzá? Hozzáfér azokhoz az adatokhoz is, amit én oda tettem a felhőbe, és ő valamit fog kezdeni. Mi van akkor, ha ő fogja kiszivárogtatni az adatokat? Tehát nagyon sok olyan kérdés merül föl, amivel foglalkozni kell, és hogyha megnézzük, akkor ezt szét lehet bontani üzembiztonsági, adatbiztonsági és egyéb jogi, fizikai biztonsági kérdésre. És direkt nem olyan felsorolást hoztam ide, ami a hagyományos CIEV-nek megfelelő. Ugyanis üzembiztonsági kérdésekről tudunk beszélgetni az üzemeltetési szakemberekkel. Az adatbiztonsági kérdésekről például a DPO-val, például az információbiztonságért felelős szakemberekkel, és ha ezeket megnézzük, akkor ezeket fogjuk tudni igazándiból számon kérni rajtuk. Erre akár lehet csinálni sablonokat, és ezeken a sablonokon végigmenve, ha minden kérdést kielemzünk, akkor meg tudjuk mondani, hogy az az adott felhőszolgáltatás, ami számunkra kellően biztonságos-e ahhoz, hogy elkezdjük használni, vagy nem. A kormányzatban is Magyarországon van egy felhőszolgáltatás, szerintem nagyon előremutató módon, ugyanis ha megnézzük, akkor ez nagyon sok biztonsági problémát kezelni fog. Például, amiket az előbb földobáltam, hogy mi van a szolgáltatónak a kémkedésével, vagy mi van azokkal az adatokkal, amiket oda bevittem. Hiszen ezek a kérdések ebben az esetben nem vagy nem ilyen formában merülnek föl. Tehát ez egy előremutató, nagyon példaértékű koncepció, ugyanakkor a másik oldalon állami vállalatok, önkormányzatok, azok, akik jogosultak erre, ők mehetnek be.
Ráadásul tőlük sem lehet mindent bevinni, mert ott is korlátozottak a kapacitások. És akkor fölmerül még az a kérdés, hogy egyébként amikor például egy állami vállalatnál vagy egy önkormányzatnál az a dolgozó, aki egyszerűsíteni akarja a munkafolyamatait, és használja például a Google-nek a szolgáltatásait, vagy bármelyik másik nyilvános felhőnek a szolgáltatásait, úgyhogy lehet, hogy adott esetben még a főnöke sem tud róla, az milyen biztonsági kockázatot okoz a vállalatnak. Ugye néhány évvel ezelőtt az Infotér konferencián az egyik volt államtitkár, avval kezdte a beszédét, hogy elmondta, hogy hát őt marhára zavarja, hogy állandóan neki mindenféle biztonsági dolgokkal kell foglalkoznia, és itt ilyen minősített adatokat is kezelgetnie kell. Ő minden levelezését átirányítja a Google fiókjába, és akkor azt bárhonnan eléri. Hát ezt ugye azért derék, ugye? Tehát ezt bejelenteni egy ekkora plénumon. De ezeket a kihívásokat, hogyha megnézzük, akkor azért látszik, hogy a biztonsági problémák más jellegűek merülnek föl egy kormányzati felhőnél, viszont lényegesen egyszerűbb kérdéstként merülnek föl, és jóval kevesebb problémát okoznak, mint a privát szférában. A privát szférában ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ott is megvan ez a tendencia, mindent tolunk ki a felhőbe, felhőt használunk, gondoskodni kell a biztonságról. Nyilván egy nagyobb vállalat meg fogja tudni csinálni, hogy valamilyen privát felhő megoldásban, vagy valamilyen olyan megoldásban, amikor jól körülbástja ezzel magát mindenféle szerződéssel, megpróbálja lefedni ezt a dolgot, de majd az én előadásomban, és úgy látom a kollégáknak az előadásában is, azért néhány olyan dolog fel fog merülni, ami azt mutatja, hogy ebben az esetben sem tudunk teljesen megnyugodni, ott is jelentkeznek problémák. És az egyik ilyen probléma, én a Fujitsu Project Web elleni támadást hoztam, erről azt kell tudni, hogy a japán kormányzat, illetve a kormányzati szervek előszeretettel használják ezt a szolgáltatást. Megtörték ezt a szolgáltatást, és a támadók elvittek egy csomó adatot, többek között a japán légiforgalmi irányításnak az összes adatához is hozzáfértek, és azt is elvitték. Óriási veszteséget szenvedtek, nem a kormányzatot és a kormányzati rendszereket támadták, hanem egy olyan szolgáltatót, aki kiszolgálja a kormányzatot. És ez egy picit át is vezet minket abba, hogy gyakorlatilag ez egy ellátási lánc, hiszen mi máshonnan veszünk igénybe ilyen szolgáltatásokat. De az ellátási láncok ellen egyre növekednek a támadások. Az ENISA készített 21 júliusában egy tanulmányt, amiben azt mutatta, hogy idén négyszeresére nőnek az ellátási láncot ért támadások, ahhoz képest, ami 2020-ban volt. Miért? Azért, mert sokkal egyszerűbb célpontok. Kevésbé védettek, kevésbé vonatkoznak rá azok a szabályzók, azok a előírások, amiket mondjuk akár vállalati szinten is alkalmazunk, jóval könnyebb célpontot nyújtanak, egyszerűbb őket megtámadni. Az incidensek 58%-ában ugyanakkor a vállalatoknak a adata volt a célpont. Tehát nem magát azt a vállalatot akarták föltörni, és annak az adatait elvinni, hanem annak az adatait, aki bevitte oda, és ott tárolta, ott használta. Ráadásul a támadások 66%-ában szolgáltató vagy nem tudott a támadásról, vagy ha tudott is, nem jelentette be. Tehát látszik, hogy van egy óriási gap a között, ami a érettségben, kiberbiztonsági érettségben a nagyvállalatok, azok között a vállalatok között, akik kiviszik ide az adataikat, meg azok között, akik az ellátási láncban valahol még valamilyen szerepet játszanak. Ezt a gapet, ha nem hidaljuk át, akkor ezek a vállalatok továbbra is célpontok maradnak. És akkor fölmerül még egy nagy kérdés, hogy ugye amikor leszerződünk egy vállalattal, egy felhőszolgáltatóval, akkor egy csomó mindent ki tudunk kötni ebben a szerződésben. Igen ám, de van, amikor nem szerződünk közvetlenül. Képzeljünk el egy multivállalatos környezetet. Egy multivállalatnál sokszor, sok esetben sok mindent központosítottan csinál meg az anyavállalat. És ekkor a adott országban működő vállalat már az anyavállalattal szerződik bizonyos dolgokra. Az anyavállalat kiszervezhet viszont bizonyos funkciókat egy másik cégnek, és ez a cég meg tovább szerződhet. Kialakul egy ellátási lánc. Ebben az ellátási láncban mindenki célpont lehet. Ki ekkora felelős? Hogyan lehet védekezni ez ellen? Ezek azok a kérdések, amiket mindenképpen meg kell oldani. Aztán egy pici kis kitekintés 5G privát hálózatok esetében. Az 5G privát hálózatokat elsősorban, meg az 5G-t elsősorban gépek fogják használni. Nem mi felhasználók, hiszen nekünk erre a 4G az tökéletesen elég tud lenni, gépek fognak beszélgetni egymással. Vannak olyan cégek, akik a komplett gyártósorukat erre építették föl.
De ennek minden oldalon meg kell teremteni a biztonságát ahhoz, hogy itt ne lehessen mondjuk egy óriási katasztrófát okozni egy kibertámadással. Ennek a szolgáltatói oldalon vannak már kezdeményezései, hiszen az 5G Security Toolboxot az be kell vezetni, EU-s előírás lesz. Minden szolgáltatónak alkalmaznia kell. De vajon azok, akik ezt igénybe veszik, ők is megteremtik a biztonságnak azt az oldalát, ami az ő oldalukon kell, hogy ott ne lehessen akár egy katasztrofális rombolást csinálni egy gyárban? Erre is mindenképpen gondolni kell. És ha már a szekciónak a témája a mesterséges intelligencia volt, és egy pici kis kitekintés ebben kapcsolatban meg a felhővel, azt tisztán látszik, hogy a mesterséges intelligenciát, gépi tanulást támadó és védő oldalon egyaránt használják. Ez nem kérdés. Védő oldalon ugye találkozhatunk számtalan olyan céggel, aki már így hirdeti a megfelelő berendezéseit, hogy ez már mesterséges intelligenciával támogatott. Nagyon frankó. De ugyanez megvan a másik oldalon is. Az RSA konferencián, ami a világ legnagyobb kiberbiztonsági konferenciája, 2019-ben volt egy előadás, ahol bemutatták, hogy milyen az, amikor gépi mesterséges intelligenciával támogatott támadás, mesterséges intelligenciával támogatott védekezés próbál elhárítani. És ez persze egy picit olyan volt, mint amikor a 80-as, 90-es években megcsinálták ezeket a sakkprogramokat, meg a sakkautomatákat. Tehát egy picit még döcögős, még egy picit lehetett látni, hogy azért itt vannak olyanok, amit az ember hamarabb, meg jobban le tudna kezelni. De nyilván ez nem a high-tech volt, nem a csúcs volt. Ez egy cégnek a bemutatója volt, az élő demója volt. Ettől mind a két oldalon sokkal jobbak vannak. És hogy a védő oldalon mennyire fejlett ez a dolog, a FireEye-nak volt egy Cyber Defense konferenciája 2018-ban, ahol a DARPA-nak a mesterséges intelligenciával foglalkozó labornak a vezetője azt mondta, hogy véleménye szerint az L1-es operátoroknak a munkáját a kibervédelemben 5 éven belül kiváltja a mesterséges intelligencia. Még akkor is, hogyha hozzátesszük ehhez azt, hogy Amerikában az L1-es operátoroknak egy nagyon betanított szerepe van. Tehát ők ténylegesen azt csinálják, hogy nézik a riasztásokat, megpróbálják nagyon gyorsan lekezelni, fals pozitív kidobják, nem tudnak vele fél órán belül mit kezdeni, akkor tolják föl L2-re, de ettől függetlenül ez azért egy elég merész kijelentés, és nagyjából egyébként ténylegesen ebbe az irányba haladunk. Tehát látszik, hogy ez meg lesz. A tapasztalat egyébként az, hogy védő oldalon is, támadó oldalon is használják ezt a technológiát. És akkor nézzük meg, hogy mire jó még ez a technológia, mesterséges intelligencia és fellő, például csalás elleni küzdelemben. Ha megnézzünk egy multivállalatot, adja magát a dolog, hogy a különböző opkoknál, különböző országokban lévő leányvállalatoknál a különböző csalás elleni dolgokat hozzuk össze egy platformra. Mert ha valahol fölmerül egy csalás, megjelenik egy flubotos akció például, akkor rögtön a többi opkót is védetté lehet tenni, hogyha bevisszük ezeket a szabályokat a rendszerbe. Ráadásul, hogyha ezt megtámogatjuk mesterséges intelligenciával, megtámogatjuk gépi tanulással, akkor meg még jobb tud lenni a dolog. Ráadásul minden leányvállalattól el lehet hozni az addig használt legjobb gyakorlatokat, a legjobb szabályokat. Be lehet tolni egy közös platformra. Tehát lehet ennek igenis haszna. De ezt meg lehetne csinálni iparágra is. Hiszen a fraud az mindannyiunkat érinti. De itt azért fölmerülnek kérdések. Beadom az adatomat? Mit csinál vele a másik? Ugye azért egy iparágban dolgozó vállalatok az a versenytársak is. Ha én betolom azt az adatot, hogy engem megtámadtak és így támadtak meg, azt ő mire fogja használni? Csak arra, hogy védekezését segítse, az tök jó, vagy netán arra is, hogy kihasználja ellenem és abból versenyelőnyt csináljon. Ez egy alapvetően bizalmi kérdés, és ebben a lehető legnehezebb megküzdeni. Ugyanakkor meg a másik oldalon nem nagyon lehet elkerülni, vagy nem nagyon lehetne elkerülni. De ez csak úgy működik, hogyha beszélgetünk, és kialakul egy bizalmi platform. Én a mai napra ennyit gondoltam előadásként, és hogyha van esetleg kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen a figyelmet!